Ma este Halléban a címvédő Németország ellen kezdi meg a női labdarúgó EB-selejtezőket a magyar női labdarúgó válogatott. Csoportunkban még ott vannak a horvátok, az oroszok és a törökök, csapatunkba pedig visszatért a BL győztes wolfsburgi középpályás Jakabfi Zsanett, akit kapcsolunk is most, vagyis Halló Hallé. Hallé minket, szia. Zsanett. Szia, jó reggelt kívánok. Zsani, hogy van a lábad? Ugye sokat voltál sérült. Hány százalékos állapotban érzed most magad? Köszi szépen a kérdést, tök jól vagyok, úgyhogy 100%, és alig várom a meccset ma este. Alig várod a meccset ma este, ugye magyar válogatott, a válogatottat régről is ismered, most új a stáb. Milyenek a körülmények, tehát mennyit haladt ez a válogatott összegészében, kinézetében a profizmus a profi háttér felé, mióta, ha összeveted a régiekkel? Szerintem elég sokat haladtunk, nagyon sokat fejlődtünk, pont azon gondolkoztam tegnap, hogy 7 évvel ezelőtt, 8 évvel ezelőtt, amikor én ugye válogatott voltam, teljesen más körülmények voltak, teljesen máshogy nézett ki ez az egész, és ennek nagyon örülök, hogy ilyen jó irányt vett a válogatottnak a kialakulása. Na de most közben persze az sem mindegy, hogy milyen játékosok alkotják a válogatottat. Ilyen szempontból milyenek a benyomásaid erről a csapatról, a társakról? Nagyon sok idegen légiós van most már például közöttetek. Igen, szerintem ez egy elég jó dolog, és ezt is el akartuk érni hosszú távon, hogy minél több csapattársunkként játszunk külföldön, mert ez a válogatottnak nagyon jó tesz, hogy nem csak a magyar bajnokságban szenvednek, hanem külföldön is, ott meg kell küzdeni. Egyébként most már a kisebbségben vannak ugye a hazai játékosok, fradisták, illetve MTK-sok alapvetően a keretbe. Van-e olyan dolgotok nektek légiósoknak, hogy az egymásra fenekedő zöldfehér és kékfehér csajokat szétválasszátok az edzéseken? Hát ilyen dolgunk most így éppen nincsen, inkább szerintem olyan dolgunk van, hogy példát kell mutatnunk, és ez ugye teljesen normális. No, nézzük ezt a bizonyos mérkőzést a németek ellen. Hát te szinte az összes német játékost nagyon jól ismered. Hát nem tudom, mire számítasz ma? Igazából megmondva még most így, ezen nem is gondolkozom szerintem. Igen, ismerem őket, igen, egy alakuló csapat, ők is ugyanúgy ugye a világbajnoki leszereplés után inkább mondom, nyilvánvaló, hogy most itthon, hazai földön meg akarják mutatni, hogy igazából mit tudnak, de én nem gondolom azt, hogy ők most annyira nekünk rontanak, és úgy elvernek minket, és szerintem mi helyünket meg fogjuk jól állni. Mi az, amivel egyébként meg tudnátok, meg akarjátok állítani ezt az átalakuló német válogatottat? Valamit azért árulj el az elképzelésekből, hogy készültök? Hát ugye nekünk szerintem a legnagyobb fejlődünk az, hogy a földön, hogy nagyon jól tudunk játszani. Most nyilván nem fogjuk belgetni a labdákat, magasabbak, erősebbek, de szerintem játékilag, hogyha azt le tudjuk hozni, mint amit tudunk is, akkor nem lesz olyan nagyon nagy baj. Jobb lesz, egyszerűbb lesz a dolgotok, könnyebb lesz a dolgotok, éppen azért, mert hogy ez a német válogatott átalakuló félben van? Ez mekkora előny lesz most számunkra? Hát könnyebbnek nem mondanám, de szerintem jobbnak jobb lesz, mert ugye nagyon sok játékos, hát nagyon sok két kulcsjátékos abban is fette, hogy a VB előtt és utána a válogatott szereplés, akik hát elég jó játékosok voltak, most nyilván Németországban hoztak a helyükre kettőt, akik pár éve belül hasonló teljesítményt fognak nyújtani, mint ők maguk, de igazából igen, ez egy kicsit egy előny, hogy ez a német csapat is éppen formálódó. Bánod vagy nem bánod, hogy elmarad itt egy nagyon érdekes magyar-magyar találkozó a két válogatott között, minek utána nincs a németekben a keretbe műtét sérülés miatt Marozsán Jennifer? Hát annyira most nem bánom, mert ugye a Frankfurt ellené mindig játszok ellene. Uh-huh. Nyilván egy másik dolog lett volna válogatott ellen, de hát valahol ugye ő is magyar, úgyhogy nem tudom, annyira nem bánom. Az a lényeg, hogy minél jobban szerepeljen most a magyar válogatott a németek ellen, minden egyéb gondolom másodlagos szempont. Szerinted mennyit fejlődött játékban ez a magyar keret? Ha egy kicsit nem csak erre a mérkőzésre gondolunk, hanem az előttetek álló selejtezőkre, mi az, amiben előrelépés várható ettől a csapattól az elmúlt évekhez képest? Hát
Szerintem játékilag, gyorsaságban fejlődünk mindenképpen. Hozzáállás van, ugye ezt nem szabad elhanyagolni, szóval ez nem csak a fociból, szóval az egész hozzáállás a csapathoz teljesen más, mint ami évek ezelőtt volt. A megbecsülése annak, hogy igenis válogatott vagyok, és igenis egy országot képviselek. Nyilván ebben az évben nem nagyon sikerült csoportba kerülni, és azt mondom, németek, oroszok, nagyon sok esélyünk nem lesz, viszont egy harmadik helyre szerintem az reális lenne. Bár az oroszok ellen meg tényleg bele lehet meglepetés is, németek ellen ebben nem bízom, viszont nem gondolom azt, hogy ez egy olyan sok, ahonnan mi tovább juthatunk, mert a fejlődés igen az, ami megvolt, ezt ugye tovább kell még fejleszteni, és ehhez nem elég csak egy év, de nagyon jó úton haladunk szerintem. Tehát a továbbjutást azt egy célnak, vagy inkább egy álomnak kell fölfogni? Hát igazából álmodozni ebben a szakmában nem érdemes. Ez egy olyan cél, ami az ember kitűz maga elé, de nem azért, mert ezt mindenképpen el kell, hogy érje, hanem az, hogy ez benne lehet. Tehát, hogyha mi nagyon jó napokat fogunk ki, és ezt már sokszor bizonyítottuk, hogy igenis tudunk jó napokat kifogni, akkor szerintem egy oroszok ellen is lehet egy meglepetés, viszont ezt nem lehet úgy célnak felfogni, hogy ezt mindenképpen el kell, hogy érjük, mert a két ország között sajnos elég nagy különbség. Zsani, azt mondd meg, hogy kihirdette már a kezdőtöket, mikor fogja kihirdetni a szövetségi kapitányasszony? Szerintem azt csak majd később fogja kihirdetni meccs előtt, mert igazából ezzel ne foglalkozom, ugye senki 3 nappal előtt, ahogy kiászik, ki nem. Mi az, amit most, mióta együtt vagytok, próbáltatok elsősorban gyakorolni a ma esti mérkőzés fényében, arra vonatkozóan? Uh-huh. Elsősorban azt próbáltuk gyakorolni, hogy milyen érzés az, amikor labda kihozatánál lerohannak minket, és hogy ott nyugodtan és igazán játszunk a játékokat. Tehát arról van szó, ahogy egyébként a férfi válogatottnál is látjuk, hogyha egy olyan ellenfél ellen kell játszani, amelyik dominálni akar, labdát akar tartani, akkor ne az legyen, hogy elrúgdossátok a 16-osról, mert csak kapus kilúgás legyen, hanem ki lehessen hozni normálisan a saját 16-osról, a saját térféről a labdát. Erről van szó? Hát igen, mert ugye annak semmi értelme nincsen, hogy előre rúgjuk a labdát, ők megszerzik, mert ugye az a csapat fáradt, akinek nincsen labda, most annak sok értelme nem lenne. És megpróbálunk játszani, és igen. És földön tartani a labdát, rövid passzokkal, igaz? Igen. A szövetségi kapitány asszony mit vár tőled? Mit mond neked? Mi lesz a te szereped? Minek kell, hogy legyen a szerepednek? Hát az, hogy mit vár tőlem, az szerintem ő nekem soha nem fogja elmondani, és ez így is egészséges. Nyilvánvalóan ugye ismerjük egymást elég régóta, és tudja, hogy én milyen fejlődésre mentem keresztül, és szerintem amit nyilvánosan elvár tőlem, hogy, de ez nem csak tőlem, ez minden játékostól. Például a Schmutzer Angitól, aki már évek óta itt van, és kapitány, hogy húzd be ezt a csapatot kommunikáció apáján, ne adjuk fel, de ezek olyan dolgok, amit így nekünk nem fog elmondani soha, mert tudja, hogy mi ezt tudjuk. Milyen a hangulata a keretnek, hogyha ezt a részét nézzük, az rendben lesz? Közösség, csapatkohézió? Jön a nevetés. Szerintem az rendben lesz, meg rendben is van. Igazából nagyon jó most ez a vegyület, úgymond, mert tudjuk, hogy mikor lehet poénkodni, és tudjuk azt is, hogy mikor kell komolyan venni a dolgokat, és ez ugye évekkel ezelőtt annyira nem volt, mert ez most nagyon szembetűnő, hogy mennyire jól kezeljük a helyzetet, minden egyes játékos. És végül azt mondd meg, hogy nem az, hogy mások mit várnak tőled, hanem te mit vársz magadtól? Hát igen, ez még rosszabb, mert igazából ugye egy játékos sem elégedett magával, és főleg nekem itt a második otthonomban úgy mondtam, nyilván nagyon nem van bizonyítási vágy, hiszen tényleg itt vagyok, és főleg mindenkit ismer, igazából nem fog rákölcsönni erre, mert én kapit várok magam, hogy húzom a csapatot, és segítsek a lányok. Ígér nekünk egy eredményt, egy megfelelő eredményt. Mi lehet az?
Ilyet nem tudom mondani, hogy fámok sincs, vagy milyen lesz a meccs, nem tudom, hogy mit fogunk éppen szeretni, milyen napot fogja a németet, nem bírót kapunk, ez annyira sok minden nem múlik, de azt megígértem, hogy nem fogjuk fel a Tehát azt megígérheted, hogy nem fogtok megijedni, és még hát azt ígérnek, hogy hát Nagy Lili kolléganőknek is fogsz labdát adni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és hajrá magyarok ma estére! Köszönöm szépen!